Több mint 100-an a megye minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek politikusok Máté Szalkára csütörtök este. A település Szent Péteri Zsigmond kulturális központjának színház termében tartották a KDNP évnyitó rendezvényét. Máté Szalka polgármestere köszöntőjében kiemelte, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a kereszténydemokrata néppárt városokat választotta rendezvényük színhelyéül, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a település mindig kiállt a keresztény hit és értékek mellett. Büszke vagyok arra, hogy Máté Szalkán sokan hitet tesznek kereszténydemokrata értékeink mellett. Büszkén mondhatom, hogyha szétnézünk a zsúfolt teremben, hogy Máté Szalka és egyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a keresztény demokrácia valódi oszlopai, és sokan támogatjuk itt a magyar kormányt abban, hogy Európa megőrizze, megőrizhesse keresztény demokrata identitását és gyökereit. Az összetartozás igazi példája ez a mai nap, hangsúlyozta beszédében Sesták Miklós. A KDNP megyei elnöke kiemelte, büszke erre a rendezvényre, illetve arra is, hogy a megye mindig meg tudta mutatni, hogy fontos számára a kereszténydemokrata értékrend. Ha ma megkérdeznék, ha csinálnak egy felmérést, hogy az ország megyei közül hol ismerik legjobban a kereszténydemokráciát, az X-et, hol vannak olyan nagy megyei rendezvények, akkor mi büszkén kihúzhatjuk magunkat, hogy igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ilyen megye, ahol igenis meg tudja mutatni magát a kereszténydemokrácia, és meg tudjuk mutatni, hogy igen, mi is létezünk. A Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt pártszövetsége nem csak a magyar történelem, hanem az Európai Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója, jelentette ki Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, az Európai Unió történetében példátlan, hogy egy politikai erő több mint egy évtizeden keresztül az abszolút többség fölött tud parlamenti választásokat nyerni. Azt kell valahogy megoldani, hogy hiteles keresztény demokráciát képviseljünk, beleértve az olyan kényes kérdéseket is, mint a házasságszentség, a magzati életvédelme, stb. Másfelől pedig elég erősek legyünk arra, hogy meg tudjuk nyerni a választásokat. Ennek a megoldása, ennek a két célnak az egysége a Fidesz-KDNP szövetség. Ahol a kereszténydemokrata néppárt egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy keresztény ihletettségű nagy néppárt, egy nagy gyűjtőpárt. A miniszterelnök helyettes a 2019-es európai parlamenti választásra kitérve úgy fogalmazott, Európa a lét és nem lét között tántorog, amit a migráció okoz, jelenleg így ez jelenti a legnagyobb fenyegetést az ország és a kontinens számára. Semjén Zsolt kiemelte, éppen ezért, ha Magyarország elveszítené magyar jellegét, etnikai és civilizációs értelemben is visszafordíthatatlan károkat szenvedne el.